Ebben a darabban nagyon sokszor kérdezem meg, hogy emlékszel, ugye emlékszel, apa? Miféle mese ez még itt? Ez a címe, hogy apa. Emlékszik? Nem emlékszik? Emlékszik, André? Apa! Nem emlékszik? Apa! Once in a lullaby. I do not remember why I decided to write about this subject. Mikor először olvastam, az már régen volt. Tudom, hogy csak néhány hónapja, de azóta annyi minden történt. Kérdezhetek valamit? Most gondolkodom ezen, de... De ugye őszintén fog válaszolni. De nem írtam föl. Muszáj megtalálnom annak az ügyvédnek a számát, hogy felhívjam. Drops away above the chimney tops, that's where you... Én sokat éltem őrültek között, anyám ápolta őket. Agyré! Tehát én sok válfaját láttam annak, amikor az agy rosszul működik, vagy félre kapcsol. Az ember megpróbál olyan szituációkkal foglalkozni, amit nehéz fölfogni, bátorság kell hozzá, és kíváncsiság. Mi előadásunkban persze foglalkozunk a betegséggel, de sokkal erősebb ez a... Ez az elengedés folyamat. Egy olyan dologról beszélünk, amit az emberek megpróbálnak eltartani maguktól. Bizonyos szegmensét ennek a dolognak még mindig egy picit eltartjuk, mert nagyon nehéz ehhez közel menni. When I finished the play, I realized that it was about this kind of illness, and I remember that my grandfather, for example, had this illness, and my grandmother too. Nagyon fontos, mert azt hallom, hogy nagyon sok Alzheimer-kóros van, nem csak az országban, a világon. Az anyukámat akarom! Az anyukámat akarom! Nem akarja elengedni a lányát. Nem azért, mert beteg, hanem azért, mert apa. Csak mellesleg beteg. Autoriter viszony van köztük, tehát az apja mindig egy uralkodó volt, és ő nem elég felszabadult abban a viszonyban ez a nő. Őszintén szólva, azon is el kéne gondolkodnod, hogy neki mi a legjobb. Kezd teljesen elmenni az esze. Egyrészt ez a szülő-gyerek kapcsolat akkor is ott van, hogyha nincsen Alzheimer-kór, de ettől még radikálisabb a meg nem értés. Nem vesz észre, hogy a lány ugyanolyan, vagy még inkább áldozat, mert a fiatal éveit ott tölti a beteg apja mellett. Iszonyú teher, én azt gondolom, iszonyú teher lehet, és főleg akkor, amikor vannak tiszta pillanatai ennek az embernek, akkor lehet szörnyű, amikor rájön, hogy ő beteg. Nekem voltak küzdelmeim a szerepemmel. Hálás szerep, másrészt pedig iszonyú fárasztó. Hát én szerelmes vagyok abban, hogy dolgozik. Egy színésznek ez nagy kihívás, de gondolom egy rendezőnek is. Szembenézni ezekkel a dolgokkal, hát azért is csináltam meg. Alapvetően azért, hogy én is merjek szembenézni ezzel, nem csak a nézők vagy a színészek. A lányomnak baj van a memóriájában. Úgy, ahogy van ez, ahogy öregszik.
nincs messze az abszurdtól, a groteszktől. Tudja hány óra? Igen. Akkor jó. Hát, hogy mondjam, ugye ebben a darabban tényleg vannak bohózati elemek. Érdekel a videónak az a lehetősége, hogy a díszletet hogyan lehet vele átértelmezni. Ezek azok, amik ezt a töredékességet mind folyton hozzák. It's very well done and it helped people, I mean it helped me to come inside of the mind of the main character and I think it's very well done. Mit is kell elfogadni? Úgy élni ezzel az egésszel együtt, ezzel a tudattal, a leépülés tudatával, a leépülés minden tervével, hogy közben azért valahogy emberek is tudjunk maradni minden értelemben. If I only had a brain.